Sziasztok lányok és fiúk, a mai alkalommal nekiessünk a multithreadingnek, vagyis a több szál kezelésnek a Javában, de mindenek előtt tisztázzuk le, hogy ne legyen zavaros a kép, hogy mi is az a multithreading. Nagyon sokan abban a hitben élnek, hogy az, amikor egyszerre két dolgot tud csinálni a gép. De ez egy kicsit ennél árnyaltabb. Van ugyanis a multitasking és a multithreading, és a kettő nem ugyanaz. De beszéljünk akkor egy picit először is a CPU-ról, ugye a processzorunkról. Nem akarok nagyon belemenni a hardware elméletbe, mert annak lesz külön tanfolyam majd. Hozzáteszem, nem általam tartva. Viszont régen ugye a CPU állt egy adott egységből, ami képes volt számolni. És már korábban is volt arra lehetőség, hogy egyszerre több dolgot csinálhassunk. Oly módon, hogy gyakorlatilag a CPU nagyon sűrűn váltott több feladat elvégzése között, így valójában ugye lassabban tudta elvégezni a rábízott feladatokat, de legalább nem kellett végigvárni, amíg kiszámolja az egyiket, és utána megy át a másikra, hanem képes volt ugye a kettő között váltogatni. Aztán a multikórok megjelenésével biztos hallottál már olyat, hogy processzorod 4 kóros vagy 8 kóros. Ez tulajdonképpen egy olyan egysége a CPU-nak, a fizikális CPU-nak, ami önmagában képes számításokat végezni, így gyakorlatilag, amikor van 4 kórod, akkor van 4 egységed, ami tud számolni, olyan, mintha 4 processzorod lenne egy összefoglalt fizikális egységbe foglalva. És aztán ezen belül vannak a threadek, ahol már elkezd egy kicsit árnyaltabb lenni a kép, ugyanis az operációs rendszerek felé megint csak önálló számítást végezni képes egységként látszanak, úgynevezett logikai processzort észlel, és bár ezek nem valódi processzorok, de egy órajel ciklus alatt képesek egyszerre számolódni. Ez nem dupla teljesítményt ad, de azért jelentős a teljesítmény növekedés az ilyen hyperthreading használata esetén. A legfontosabb, amit meg kell jegyezned, az az, hogy amikor egy operációs rendszer feladatokat végeztet el a processzorral, és mondjuk több programot használsz, akkor az a több program, mit tudom én, a háttérbe megy a torrent, persze nem nálad, hiszen te nem torrentezel, bár mondjuk önmagában a torrenttel nincsen semmi baj, ugye a tartalomtól függ, hogy mennyire legális, de a háttérben ugye fut egy program, közben Word-del foglalkozol, néha átváltasz a böngészőbe, ezt hívjuk multitaskingnak, hiszen különböző programokkal dolgozol egy időben, illetve nem is te dolgozol velük, azért ne arassuk le az érdemeket, a processzor dolgozik velük, és ez történhet külön kórokon, hiszen képes egy időben több dolgot számolni, két különböző kór. E-mail klienssel, a torrent programmal. Ellenben, amikor egy új threadet hozol létre, és két thread fut mondjuk egymás mellett, akkor az a két thread egy programon belül képes futni, és nem csak, hogy egy időben képesek futni, de rendelkeznek egy közös memória területtel is, ahonnan mind a ketten kivehetnek számukra szükséges erőforrást. Miért jó ez? Hát, hogyha egy Java programot írunk, és új szálakat indítunk, akkor nem multitaskingolunk, hanem multithreadiddé tesszük az alkalmazást, szépen kifejezve. Tehát ők hozzáférnek egy közös memória területen tárolt erőforrásokhoz, és mégis képesek lesznek egy időben futni. Azt kell tudnod, hogy amikor Javát használsz, akkor az operációs rendszer és a JVM azok, akik eldöntik, hogy most az új elindított szál az valójában fizikálisan a processzornak melyik részén, vagy melyik processzor fogja azt a számítást végrehajtani. Tehát nekünk a Javás oldalról úgy nagyon nincs hozzáférésünk a fizikális dolgokhoz, ezzel egyszerűen nekünk nem kell foglalkozni. Amivel kell foglalkoznunk, az, hogy tisztában legyünk pár dologgal. Először is, sokan azt gondolják, hogyha egy alkalmazás multithreaded, tehát több szál is fut benne, hogy egyszerre történjenek számítások, akkor az biztos, hogy jobb, mint egy single threaded application, de ez nem mindig van így. Ugyanis egy új szál létrehozása az viszonylag megterhelő. Így, hogyha például ilyen nagyon pici feladatokat akarsz elvégeztetni, kalkulálni az alkalmazásoddal, akkor nem biztos, hogy megéri egy új szálat indítani, csak azért, hogy el tud felezni a munkát, és akkor két szál egyszerre gondolkodik rajta. Ez ott kezd megtérülni, amikor valóban nagyobb számítási munkálatokat akarsz elvégeztetni. Tehát jegyezd meg, egy szál létrehozása erőforrás igényes a Javában. Ebből következik egyébként, hogyha egy szára már nincsen szükséged, akkor elképzelhető, hogy a Java, illetve a JVM úgy fog dönteni, hogy hát azt a szálat ő újra fel fogja használni, hogyha igény van rá. Tehát egy szál újra felhasználható a JVM-ben, oké? Okay? Fogunk tanulni a szinkronizációról, ami egy jó dolog. Ez lesz az első konfliktus helyzet, amivel megbirkózunk itt a szálak terén,
Ismétlem, egy tök jó stratégia használni, viszont ismét felhívnám rá a figyelmet, hogy lassítja az alkalmazást. Meg fogom mutatni, hogy mi ez az egész. Mi tehát a fontos dolog, amikor létrehozunk egy alkalmazást, az, hogy bebizonyítsuk legalább saját magunk számára, hogy megéri multithreadé tenni az alkalmazást, vagy pedig nem. Gyorsabban fog futni valóban, vagy nem. Vágjunk is neki tehát a dolgoknak, igazából annyi szállat hozol létre, amennyit elbír a géped. Nem érdemes foglalkozni egyébként a limittel, mert nem fogsz olyan rettentő sok szállat valószínűleg létrehozni. Vizsgáljuk tehát meg, hogy hogyan tudnak ezek a feladatok egymás mellett futni külön szálakon. És ehhez nyitok egy NetBeans-t, bezárok minden eddigi dolgot, és létrehozok egy új projektet, sima Java Application, azon a névvel, hogy Multi Threading. Na, kitöröm ezeket a kommenteket. Nagyszerű. Na most a Java-ban kettő különböző mód van arra, hogy egy új szálat elkészíthess. Az egyik egy osztály kiterjesztésével lehetséges, az úgynevezett thread osztály kiterjesztésével, a másik pedig egy interface implementálásával, a runnable nevű interface implementálásával. Úgyhogy most vizsgáljuk meg őket, azzal fogom kezdeni, hogy megmutatom, hogy lehet a thread osztály kiterjesztésével. Tehát azt mondom, hogy létrehozok ide egy vadi új osztályt, class Tasker néven, mint valami vadnyugati serif, extends thread. Tehát kiterjesztjük a thread osztályunkat, és azt mondom, hogy ezen belül definiálok egy publikusan elérhető metódust run néven, és most jön az érdekes rész. Hogyan tudom nektek azt prezentálni, hogy működik ez az új szál? Hát amikor elindul a main metódusunk, akkor a Java ad nekünk alapból egy szálat. Nevezzük ezt main szálnak, main thread. Bármi, amit kódolsz, ugye ezt már átvettük, az sorról sorra le fog futni. Hogyha itt van egy másik metódus, akkor abba átlép, azon is végigmegy, tanultunk ugye a stackről. Ez mind gondolom, hogy érthető, és nem újdonság. Viszont abban a pillanatban, ahogy elindítasz valahol a kódban egy új szálat, amit előzőleg definiálnod kell, hogy mit csináljon, hogyha elindítod azt a szálat, onnantól fogva megindul a verseny a két szál között, és a Java mind a kettőt egyszerre futtatja, hogy onnantól fogva a main szál, meg az a másik szál, mint egy futó versenyen két versenyző egyszerre fogja a saját kódját futtatni. Tehát itt van annak a definiálása, hogy mit fog majd csinálni ez az új szálunk, amikor lefut. Csináljunk egy for ciklust, int i egyenlő nullával, addig fusson le, amíg i kisebb, mint 5, i++, és írjuk ki azt, hogy mellékszál. És kiíratjuk a számot, hogy a ciklus hányadik lefutásában vagyunk. Na most, ezek után azt fogjuk mondani, még mielőtt véget ér ez a for ciklus, elküldjük ezt a szálat aludni. Ezt úgy fogjuk csinálni, hogy azt mondom, hogy thread.sleep. Ez a száz itt egy millisekundumot jelent, tehát a másodperc tized részéről beszélünk. Na most ez csak úgy fogja engedni neked a NetBeans, hogyha körülveszed őt try és catch-el, tanult módon, minket most nem érdekel a catch-ág ebben az esetben. A kérdés ugye az, hogy hogy tudjuk meghívni ezt a szálat, hogy induljon el. Annyit mondok, hogy tasker run 1, mondjuk egyenlő egy új taskönrel. És most figyelj, a run1-nek meghívom a start nevű metódusát. Ha ezt lefuttatom, látni fogod, hogy meghívta valóban ezt a threadet, és elindította a main szál saját maga mellett, és igazából ez az eredmény ez nem meglepő, esetleg annyit vehetsz észre, hogy van egy nagyon-nagyon pici szaggatás a system out printline-ok között, ez azért van, mert minden egyes kiíratás után egy tized másodpercre elküldjük azt a szálat aludni. Na itt jön az érdekes dolog, ugyanis ha ezen a ponton létrehozok egy run2 nevű objektumot, és őt is elindítom, akkor figyelj csak, mind a kettő egymással párhuzamosan ugye fut, tehát nem azt látjuk, hogy először ez kiírná, amit megszoktunk eddig végig a Java programozásban, hogy lefut ez, kiírja 0-tól 4-ig a számokat, aztán majd lefut ez, hanem nem, ők egymás mellett valóban működve szaladnak kvázi. Na most ez az egyik megoldás, mondtam, de nem az egyetlen. Csinálhatjuk ugyanis azt is, hogy azt mondom, hogy ahelyett, hogy kiterjesztenénk ezt a threadet, implements a runnable nevű interface-t. És ebben az esetben ajánlja is egyébként, override-oljuk a run-t, tehát ő kötelez minket arra, látod, hogy mondd meg, hogy mi történjen akkor, amikor ez lefut. Viszont ebben az esetben létrehozok egy threadet, mondjuk T1 néven, legyen egyenlő egy új threaddel, és létrehozok egy thread T2-t,
legyen egyenlő egy új threaddel, és átadok neki egy új objektumot ebből a taskerből. Tehát azt mondom, hogy új tasker, egy sima konstruktort hívok meg, hogy elkészüljön az objektum, és ezek után már mondhatom azt, hogy t1.start és t2.start. Ezt ki is törlöm, hogy ne zavarjon össze titeket. És ezt most lefuttatom, és látod, ugyanúgy működik. Na hát kezdésnek azt hiszem, hogy ennyi elég lesz. A következő alkalommal tovább megyünk, és megmutatom, hogy milyen helyzetekkel kerülhetünk szembe, amikor threadeket használunk, mert lehet, hogy fogod használni őket, és hogy hogyan kell megoldani ezeket a különböző helyzeteket. Nem lesz bonyolult, úgyhogy nem kell megijedni. Mindent elmagyarázok majd, úgyhogy tartsatok ki, tartsatok velem. Sziasztok!